Három a magyar igazság, és állítólag jövőre jön a ráadás. De ne szaladjunk ennyire előre. Dunajváros önkormányzata tavasszal jelentette be, hogy megpróbál új életet lehelni az egykori Vidámpark területébe, és három alkalommal rendez háromnapos fesztiválokat. Nos, bejött a számítás, így ebben a formában programkavalkát kicsiknek és nagyoknak egyaránt. És akkor most kezdjük a nagyokkal. Szombaton ugyanis csapdába esett a félváros. Tangcsapdába. Én azt láthattam az elmúlt napokban, hogy nagyon nagy az érdeklődés a mai tangcsapdára. Én nagyon örülök neki, hogy ennyien eljönnek a mai nap is, de annak kifejezetten örültem, hogy a nyár folyamán a Kalandpark Fesztiválban megtartott koncertek szinte mind teltházasak voltak, és nagyon örülök neki, hogy ennyi ember fogékony arra a könnyű zenére is, amit itt a városunkban annyira szeretnek már régóta. Erről ismert a városunk, hogy mennyire szereti a rockzenét, és éppen ezért én nagyon örülök neki, hogy ma is itt lehet a tangcsapda koncerten annyi ember. És valóban nagyon sok ember érkezett a tangcsapda koncertre. Volt, aki a Mennyország turisztal, és volt, aki azt gondolta, hogy ez a koncert is majd örökké tart. Egy biztos, sok-sok rajongó várakozott az együttesre. Hát körülbelül 20 éve voltunk az első tangcsapda koncerten. Ha jól emlékszem, pont itt akkor még a movie-ba. Úgyhogy azóta töretlenül, hogyha tehetjük és a környéken vagyunk, akkor megnézzük. Este 8 órára teljesen megtelt a Kalandpark színpad környéke, és nem is lehetett kérdés, hogy óriási buli készülődik. Óriási buli lesz ma este! Várjátok őket nagyon nagy szeretettel! Egyszerre kiabáljátok, hogy tangcsapda! 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 És már csak pár perc! És hamarosan a színpadon! És mielőtt a színpadon a tangcsapda, ahogy délután a városba érkezett a csapat, nem a Mennyország turisztal, interjút adtak stábunknak, így hallhatják önök is, hogyan készült Lukács László és csapata a Kalandpark Fesztiválra. Tangcsapda jó néhány alkalommal az elmúlt bő 3 évtizedben játszott már itt ebben a városban. Az is igaz, hogy nem túl gyakran, így aztán a legutóbbi bulihoz képest, ami jó néhány évvel ezelőtt volt, jó dolog, hogy újra itt lehetünk természetesen. Igen, köszönjük szépen! Lukács Laci, igazából mi köszönjük szépen. És most tényleg rólatok szóltak a hírek, veletek volt tele a sajtó, mi dunajvárosiak pedig egy bitangjót bulizhattunk. És hála, hogy addig tekertétek, amíg csak lehetett azt a bizonyos hangerőt. A harmadik Kalandpark Fesztivál vasárnap bezárta kapuit, aki akarta, igazán jól érezhette magát, és játszi könnyedséggel találhatott kedvére való programot. Pintér Tamás polgármester viszont arról is beszélt, hogy lesz jövőre folytatás, mégpedig nem is akármilyen. Azt azért el szeretném mondani, hogy jövőre még nagyobb bulikkal készülünk, hiszen egy olyan fesztivált fogok majd a következő egy hónapba bejelenteni Dunajvárosba, azokkal, akik ezt meg fogják szervezni, ami talán Közép-Európa egyik legnagyobb rockfesztiválja lesz majd. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez a tendencia, amit most ezen a nyáron megcsináltunk, jövőre is tudjuk majd folytatni, itt a Kalandparkban is, meg lent a szigeten is. Tehát Dunajváros jövőre lesz folytatás, mint ahogy holnapi hírandónkban is visszatérünk a hétvégi kalandparki történésekhez.